A neoklasszicista stílusban épült szekszárdi evangélikus templomot 1928-ba szentelte föl Kapi Béla püspök. Az első lelkész, a templom építő Németh Gyula volt, aki 1965-ben 83 éves korában hunyt el. Az orgonát a bonyhádi gyülekezet adományozta a szekszárdi templomnak 1931-ben. A késő barokk hangszer a 19. század elején épült Marsall József bonyhádi és Mertz Ádám kistorvási orgona építők műhelyében. A közösség regisztrált tagjainak száma 600 fő. Erősvára mi Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt a mi kis evangélikus templomunkban, és szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket otthonaikban ezen a mai vasárnapon. Foglaljunk helyet! A 2024-es év bőti időszaka kezdődött el, ez az első vasárnap. A templom kertben előbújó kis ibolyának a színével díszített az oltár, a bőti időszaknak a jellemző színe ez. Nagyon fontos a mai bevezetőigénk, amely a zsidókhoz írt levélből így szólaltatja meg a témánkat, és rögtön egy biztatást is ad. Jézus is megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Felügyelő asszonynak adom át a szót. Hűséges nyitásunk, Korosi József sok évtizeden át volt presbiterünk, 96. évében hazatért az atyai házba. Szeretett testvérünktől a maga választotta igével vettünk földi búcsút a Mözsi temetőben. Ne félj, csak így. Jóska bácsiért és családjáért a befejező oltári szolgálatban imádkozunk. Az idén egyházi tisztújító választásra kerül sor. Ennek folyamatáról a hirdetőtáblán kitett plakáton és honlapunkon találunk részletes információt. Presbiteri ülésünkön az egyházi törvényeink értelmében döntést hoztunk a választói névjegyzékről. Ennek értelmében a választáson az vehet részt, aki egyházi járulékot fizetett 2023-ban, illetve névvel jelzett adománnyal részt vállal gyülekezetünk anyagi terveiből. A névjegyzék ma még megtekinthető, ellenőrizhető a teremben. Nézzük át, és aki úgy érzi, hogy közösségünk tagjának vallja magát, és szeretne választani, de nem szerepel a listán, ezt a vezetőséget és a pénztárost megszólítva tisztázni lehet. Ha elmaradt a járulék, azt most pótlólag még ma meg lehet tenni. A jelölési eljárásról a jelölő bizottság tagjait, vagyis Kajfer Katalin, Andor Kámi Gyöngyit és Bartos Erzsébetet lehet megszólítani. Február 29-én 17 órai kezdettel a katolikus közösségi házban lesz az ökumenikus világnap idei alkalma. Ezt az alkalmat a palesztin kereszt tények készítették elő, miután 5 évvel ezelőtt rájuk esett az ökumenikus világimanapot szervező bizottság választása. Szeretettel hívunk mindenkit, hogy világosabb képet kapjunk az ottani feszültségekről, és együtt imádkozzunk az ott élőkért. 29-én 17 órakor a Posinski Közösségi Házban.
mozgásos, táncos ima alkalmat szervezünk gyülekezetünkben, amit Balatonszászon már többen kipróbáltak. Az első alkalom kedden 18 órakor kezdődik a Biblia óra után. Szeretett szolgálatunk ebben az évben a Tolna megyei vakok és gyengéllátók egyesületét támogatja. Így húsvétra élelmiszergyűjtést hirdetünk. A testvérek a tartós élelmiszer vagy pénzadományaikat alkalmainkon, illetve az előtérbe helyezett gyűjtőpontokon tehetik le. Előre is köszönjük. A léleképítő holnap esti vendége lesz a gimnázium dísztermében 18 órakor Faragó Tamás, Prima Primissima Díjas olimpiai és világbajnok vízilabdázó, a nemzet sportolója. Elmúlt heti versenypénzünk 55.030 forint volt. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a bevezetőjének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele szabadításom örömét. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékában nyugszik, ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, benne bízom, mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Testvéreim, Isten színe elé állva most csendesedjünk el, így imádkozzunk. Hálával köszönjük, drága Urunk, hogy ezen a gyönyörű téli reggelen, a bőti idő kezdetén összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy itt a templomban, vagy saját otthonainkban most téged kereshetünk,
Hisszük, hogy vártál bennünket. Kérünk, add meg azt, amire igazán szükségünk van, a te bölcsességed szerint. Segíts, hogy lerakhassuk eléd terheinket, szívünk minden aggodalmát, bűneink, hibáink minden terhét, és kérünk, újíts meg a te minden értelmet fölülmúló kegyelmeddel, az Úr Jézusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen mindnyájunkat. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez Istenünk jó akarata. Hallgassuk meg, kedves testvérek, egyházi rendünk szerinti lekciókat, olvasmányunkat, amely most felcsendül az Ószövetség mélyéből, Mózes első könyvének 3. fejezetéből, az első 13 versből a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember, és a felesége is az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellé adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, hogy kígyó szedett rá, azért tettem. Testvéreim, dicsőítsük most a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg közös hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, ennek a mai vasárnapnak ősi evangéliumát, a legrégebbi bibliaolvasó rend, az úgynevezett óegyházi perikópa rend szerint. Megírva találjuk ezt a részt Máté evangéliumában, a 4. fejezet első 11 versében a következőképpen. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével,
amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva. Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki. Viszont megvan írva, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Ez Istenünk igéje. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon érdekes, hogy ezt a híres bibliai részt úgy szoktuk, olyan címmel szoktuk ellátni, hogy Jézus megkísértésének története. Magam is így szoktam utalni rá, ha megnézzük az új fordítású bibliánkat, az ott adott cím is ez. Azonban, ha jobban belegondolunk, és most itt a böjt kezdetén, itt az első vasárnapon ez különösen hangsúlyos, akkor a történetnek azt a címet is adhatnánk, hogy íme az ördög a kísértő felett győztes Jézus. Persze ugyanaz fogalmazza meg mind a két cím, de talán ez utóbbi azt hangsúlyozza, hogy bátorodjunk fel. Van itt valami jó hír már a böjt kezdetén is. Van valaki, aki hatalmasabb, erősebb, ennek a világnak a legsunyibb, legádázabb, embergyilkosabb hatalmánál, az ördögnél is. Nem csak Jézus megkísértéséről van szó, hanem gyönyörködhetünk, példát vehetünk abból, Jézus hogyan győzedelmeskedett az ördög és a kísértések felett. Nagyon érdekes, hogy Máté tudósít bennünket arról, a megelőző részben Urunk a Jordánnál megkeresztelkedik, aztán a folytatásban majd azt láthatjuk, hogy elkezdi a tanítványokat hívni, meghirdeti az Isten elérkezett országát. És a kettő közé ékelődve történik, amit olvasunk itt Máténál. Talán a kezdő sor meghökkentő lehet bizonyos szempontból. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Velünk emberekkel úgy szokott lenni, hogy a kísértésbe, hogy bele sodródunk, bele esünk, hát Isten nem kísért senkit. Ez azonban egészen különleges, ahogy Jézusról azt írjuk, hogy a lélek odavitte a pusztába, hogy szembeszálljon az ördöggel. De épp a bevezetőben említett kulcsfontosságú győzelem az, ami megérteti velünk ezt a leírást. Jézus mielőtt meghirdetni az Isten elérkezett országát, mielőtt tanítványokat gyűjtene, szembe kell, hogy szálljon az ördöggel. Ha úgy tetszik, át kell, hogy menjen azon a kísértés sorozaton, amin minden ember átesik, és meg kell, hogy mutassa a hatalmát. Íme olyas valaki fog most megszólalni, olyas valaki gyűjt tanítványokat, olyas valaki mondja, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, akinél hatalom van, aki hatalmasabb még az ördögnél is. Azért viszi a lélek a pusztába, hogy Jézus megmutathassa ezt a hatalmát, ezt a dicsőségét, ezt a győzelmét. Nézzük ezt a három felvonásból álló különös történetet, megkísértés, az elbuktatási kísérletet, ugyanakkor az ezek felett alatott gyönyörű, jézusi példaadó győzelmet. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Íme az első kísértés, az első fogás, amivel egyébként tipikusan az ördög valóban fogást talál rajtunk embereken, de itt Jézuson nem talált fogást. Szóval az első kísértés a kenyérkérdés. És amikor ezt mondom, nyilván érezzük, és már a felolvasás, az igével való találkozás során is éreztük, nem egyszerűen szószoros értelmébe vett kenyérről van szó, hanem ez a megélhetési kérdés. Ez, ami földi útunkat jelentő, valóban egyébként az éhes gyomorban maró, tipikus kérdés, hát mi lesz velem a következő órában, mi lesz velem holnap? Jézus Urunk felvállalja
azt a kint, ami az éhséggel jár. Ott van 40 napig bőtöl, és ott a vége felé egyszer csak rászakad ez a kísértés. Azért jött ki a pusztába, hogy az Isten útját járja, hogy a mi megváltásunk útján elinduljon. Ám utol éri ez a tipikus embert érintő kérdés. De mi lesz a következő órában velem, hiszen éhes vagyok? Mi lesz majd holnap velem? Ez a megélhetési kenyér kérdés. Elgondolkozott valószínűleg ő is rajta, talán ez az első fogás, ez az első kísérlet a ősi kígyó részéről éppen ezt jelenti. Talán egy kicsit érdemes lenne félretenni most az Isten országa ügyét, hát éhes gyomorral lehet, hogy valami rosszat fogok mondani, gondolni. Tegyünk most egy kicsit félre mindent, rakjuk az első helyre a kenyér kérdést, gondoskodok magamról, és majd aztán jön a szellemi, a lelki, az Isten országát érintő. Semmi nagy, semmi nagyon durvának tűnő bűn, egyszerűen csak fordítsuk meg ott az első és második helyen szereplő értékrendet. Cseréljük meg egy kicsit. Legyen most az első a megélhetési kérdés. Aztán majd a második sorban jó lesz ez az Isten országa dolog is. Olyan érdekes látni, hogy földi útján megváltó úrunk máskor is találkozott ezzel a kísértéssel, még visszaköszönt rá. Emlékszünk, amikor azzal az öt kis árpa kenyérrel, meg két hallal jól lakadta azt a több ezer embert, utána a tömeg, meg még a hozzájuk csatlakozók, megkerülve a galileai tengert, újra felkeresik Jézust. Ott állnak előtte. De már nem a közéjük érkezett Isten országát akarják megragadni, csodálni az ő személyében. Hanem rájöttek arra, íme megérkezett közénk valaki, aki a kenyér kérdés egy csettintéssel megoldja. Őt keresik. Megfordul a sorrend. Először a megélhetés tisztázódjon, de jó, ez a Názáret épp kapóra jön erre, és ha ez tisztázódott, majd foglalkozunk azzal is, amit egyébként mond, hirdet nekünk. Sokszor így van. Az ördög tipikus modernkori kísértése. Először a megélhetést rakd rendbe, először intézd el a saját dolgaidat, ami a megélhetést, a következő órát, a családodat, fiadat, gyermekedet, unokádat, munkahelyedet érinti. Olyan sok a dolog, nem, testvérek? Pörög az idő, és olyan sok a dolog. Olyan nehéz egyeztetni a naptárainkban, még a közös időpontokat is. És ez a kísértés is tipikus. Ha mindent kipipáltál a naptárban, ha mindent elrendeztél, ami a kenyér kérdés, akkor a második sorban majd, akkor végre marad idő a szellemi, lelki dolgokra, imádságra, igére figyelésre, közösségre. Tipikus kérdés. És a modern ember bedől ennek, az ördög meg röhög a markába, sikerül bevinni az első ütést a posztmodern Ádám számára. De nem így Jézus. Olyan gyönyörű, hogy ellenáll, ahogy kikerüli ezt az ütést. És azt mondja, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Az igével, az Isten szavával veri vissza az ördög támadását a kísértés. Ez az egyetlen fegyver, amit érdemes kézbe venni. Nagyon érdekes, ha megnézzük a Bibliánkban, hogy honnan idéz Jézus. Ez egy nagyon fontos jelenet Izrael népe számára, amikor odaérkeznek Kánoán vidékére, akkor az utolsó igazításokat teszi Mózes, az addigi vezető, majd átadja a stafébotot Józsuénak, de mielőtt bemennének Kánoán földjére az izraeliták, emlékezteti őket Mózes. Ugye emlékeztek rá, hogy a pusztai vándorlás során mindig gondoskodott rólatok az Isten. Még az égből is adott nektek kenyeret, mannát. És ugye nem felejtitek el, azt ígérte nektek, hogy ott Kánoánban is minden jóval ellát majd titeket. Úgyhogy először keresétek őt, az ő szavát, nem csak kenyérrel ér az ember. Pontosan ezt a választ adja most Jézus az ördög első próbálkozására. A gondviselő Istenre bízom a megélhetést. Nagyon fontos a kenyér. Ez sem az ószövetségi szakasz, sem Jézus nem tagadja. Nagyon fontos a kenyér. Nagyon fontos a megélhetés. De van gondviselő úrunk. Ezért bátran az első helyre őt teszem. Néhány fejezettel később itt Máténál a hegyi beszédben olyan gyönyörű, hogy Jézus ezt összefoglalja. Azt mondja a tanítványoknak biztatólag, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És mindez a megélhetési kérdések ráadásként majd megadatnak nektek. Az első támadás kivédve, de
A piszok ördög nem adja fel, mint ahogy velünk kapcsolatban sem. Van a tipikus fogásai, ahogy első szüleinket, Ádámot és Évát is megkönnyérkezte, és a hazugságával megvezette, úgy próbálja most eltávolítani Jézust is az útról. Úgyhogy jön a második próbálkozás. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és kézenfogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. A kenyér kérdés után a második, a csodavárás. Jézus korabeli Izraelnek, erről többször volt szó bibliaórán, itt Isten tiszteleti keretben is, a Jézus korabeli Izraelnek többféle elképzelése volt arról, hogy a várva várt messiás majd hogyan fog megérkezni. És döntő többségében úgy várták, hogy valami látványos csodával fog megérkezni. Mert ugye teljesen logikus, ha valami látványos isteni csodát lát a tömeg, akkor ez majd felkelti az érdeklődésüket, ez majd meggyőzi őket arról, hogy aki ezt a csodát mutatja, arra érdemes hallgatni, tehát akkor mindenki meg fog térni, mindenki fog hinni. Úgyhogy a messiás majd így fog érkezni, látványos csodával. A kortörténet professzorom tanította arra, hogy egész konkrétan volt olyan elképzelés, hogy majd ott Jeruzsálem közepén, talán ott a szentély környékén ereszkedik le a magasságból, olyan nagyon látványosan, angyalok kíséretében. Hát ezt látja az ünnepi sokaság. Hát ezt a csodát látva majd egyből akarnak hinni, nem? Teljesen logikusnak tűnik. Ez a második kísértés. Vesd le nyugodtan magad a templom párkányról, erről a 10 emelet magas tömb széléről. A zuhanás nem fog halált okozni. Csodásan fogsz majd földet érni, hiszen az angyalok serege jön majd, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus később is éri ez a kísértés az ő földi megváltó útja során. Jön a kísértés például az írástudók részéről. Ja, hogy te a messiásnak mondod magad, bizonyíts valami csodával, akkor esetleg hajlandóak leszünk figyelni rád. Ott van az emberben, a Jézus kísérő tömegben mindig valahogy ez a sorrendiség, már megint ez a sorrendiség. Inkább arra vagyunk kíváncsiak, tudod ennek a bénának azt mondani, hogy kelj fel és járj. És ha majd megteszed ezt a csodát, esetleg meghalljuk azt a másik mondatot is, hogy megbocsátottak bűneid. Szállj le a keresztről. Mutasd meg a rómaiaknak, ki itt a főnök. Akkor esetleg utána hajlandók vagyunk meghallani azt a másik mondatodat is, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Előbb a csoda, és aztán esetleg a bizodalmas hit, ősi kísértés. Ebben a második fordulóban, a kísértés történetben az ördög részéről az a még arcátlanabb, biztos észrevettük ezt testvérek, hogy most nem általja az ősi kígyó magának a szentírásnak a szavait használni, hogy valahogy fogást találjon a megváltón. A 91. a mai bevezető zsoltárunkból idéz Jézusnak. Hát meg van írva, nem? Az angyalait majd küldi, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Elképesztő ez az arcátlanság, ez a szemtelenség. Csak hogy hiába idéz az igéből, rosszul, rossz lelkülettel, sorrend cserével idéz. Mert ez a 91. zsoltár ugye úgy kezdődik, hogy aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az mondhatja ezt az Úrnak: oltalman váram vagy Istenem. Vagyis nem mindegy ez a viszonyulás. Amikor én rábízom magam, akkor mint uramra, mint oltalmamra támaszkodhatok, hogy ő majd a bajban küld angyalokat. De én soha nem vagyok abban a pozícióban, hogy én parancsolgassak neki, most küld az angyalokat. Most nekem úgy tetszik. Ha zuhannék a párkányról, ő küldi az angyalokat, de én nem ugorhatok, mondván ő majd köteles úgyis a megmentő sereget küldeni. Úgyhogy Jézus válaszol is. Jézus válaszol is szintén az igével. Megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Milyen sokszor próbálkozunk velünk is az ördög. Hát, ha Isten tényleg itt van, ha igaz, amit a drága nagyszüleim tanítottak, ami igaz, hogyha a szüleim, amikor beirattak hitre és ott hallottam, ha igaz, amit a barátom vagy a házastársam mond, hogy Isten itt van velünk,
Hát nosza, mutassa meg magát, bizonyítsa magát valami nagyon látványos csodával, mert igazán rám fér, meg ránk fér. Ha majd mutatta, akkor hajlandó vagyok kézbe venni a szavát, hallgatni ő rá. Az a kísértés, testvérek, hogy nem elégszünk meg a csendben minket hordozó kegyelemmel, a szelíden megszólaló igével, a jelenlévő Isten hűségével. De vegyünk példát Jézusról, ő visszaverte ezt a második támadást is. És jön a harmadik forduló, ezt olvassuk. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. A kenyér kérdés, meg a csodavárás után a harmadik, a dicsőség vágy. Látványos, magasra emelő dicsőség. A világ minden országa és annak dicsősége. Ragad meg! Később is visszatér Jézus Urunkra a földi útján, a Passió útján is ez a kísértés. Bevonul Jeruzsálembe, zeng a hozsánna, mennyivel egyszerűbb lenne a szamarat lecserélni valami fekete paripára, a szaporos kis takarót valami aranyhintóra. Mennyivel jobb lenne lecserélni a szúró tövis koszorút egy arany koronára. Minden ország, annak minden dicsősége. Minket is így érint, a dicsőség vágy. Olyan érdekes, hogy gyermekkorunktól fogva késő idős felnőtt korunkig. Egyéni, baráti, családi, kis közösség, országos, világszinten, minden szinten. Ez a harmadik, ez tipikusan jön. Hittanosokkal történt, talán tavaly. Felajánlottam, hogy a tudás próba kapcsán nem egy, hanem öt bárányt kaphat nagy dicsőségre az, aki jól megoldja a feladatot. Miután sikerült, jött valaki, és megkérdezte tőlem, hogy nem lehetne, hogy ő hatot kap, mert mégiscsak jól teljesített. Egy kicsit kiemelkedni a tömegből. Nem így van ez, kedves testvérek, hogy hajt minket valami belső többre, dicsőség szempontjából többre vágyódó dolog. Nem a helyes, nem az Isten által Ádám ősünkbe ültetett építő, kreatív ambícióról van szó. Nem annak a károsztatásáról van szó, hogy az ember tényleg szeretne előrébb jutni, építeni, megérteni, szervezni, valami többet hátrahagyni családjának, jó értelemben, alkotással előre menni. Nem erről, hanem a dicsőségvágyról van szó. Jaj, ezt hajszoljuk. Megszerezni a többet, a kincsből, a hatalomból, férfiként vagy feleségként, diákként vagy tanárként, anyósként vagy apósként megszerezni a hatalmat, hogy enyém legyen az utolsó szó, hogy úgy legyen, ahogy én elképzeltem, hogy úgy legyen, ahogy én mondom. Majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy kéne lenni és mi a helytelen. Megint csak sorrendi kérdésről van szó. Ki az Úr? És olyan érdekes, hogy maga az emberré testé lett Isten fia itt meghajol, de nem az ördög előtt, hanem az Atya előtt. És megint csak az igét, a Bibliát idézi, az Urat imád. Ő van a dicsőség és a hatalom csúcspontján, és te elégedj meg azzal, amit tőle kapsz. Olyan szép és fontos nekem, ami szekszárdi templomunk oltárképének a mottója. Szintén Mátéból. Jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. De sokszor emlékeztetni kell magamat, és ugye testvérek így vagyunk, emlékeztetni kell magunkat, hogy hogy is folytatódik. Azt mondja Jézus, úgy nyugodtok meg, ha megtanuljátok tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Akkor megnyugvást kapunk, ha alázatos szívűek vagyunk. Ha nem akarunk mindent megragadni, mert mit ér az embernek, ha övé az egész világ, de közben a lelkében kárt vall. Megnyugvásra van, ami Úrunknál, Jézusnál, ha az alázat útján járunk, ha vele együtt mondjuk ki, minden ilyen kísértő helyzetben, én az Urat imádom, övé a dicsőség az én életemben is. Távozz tőlem, Sátán! Jézus megkísértése története, vagy helyesebben Jézus győzelmének története. Még egy záró gondolatsor, kedves testvérek, nekem olyan fontos, hogy ennek a mai vasárnapnak a régi latin elnevezése, nem mintha nagyon tudnék latinul, invocavit. De a lényeg,
hogy a régi liturgiai elnevezés mindig a bevezető Zsoltár első szavaiból van. Ezért hadd emlékeztessem mindnyájunkat, magamat is. Hogy ugye a bevezető Zsoltárunk első szava ez. Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr. Megláttatom vele üdvösségemet, szabadításom örömét. Mi úgy kezdjük a bőti időszakot, hogy segítségül hívjuk a mi Urunkat. És Jézus ördög feletti győzelmének története éppen erre biztat. Mi segítségül hívhatjuk a mi Urunkat. Egy kép jutott eszembe, egy film illusztráció, jó néhány évvel ezelőtt az egyébként nagyszerű film, az utolsó szamuráj című film. Ennek egyik csata jelenetében, és bocsánat, hogy ilyen militarista képet, párhuzamot hozok, egyik ilyen csata jelenetében ott van a kis falu közösségét vezető nagy szamuráj, és ott van a filmbeli főhős, Tom Cruise, aki egy ilyen másod szamurájként tanulja a harcot, és amikor rájuk törnek ilyen gyilkos ninják, akkor nagyon érdekes, hogy hogy harcolnak. Egymással háttal vannak, és egymás hátát egymásra támaszkodva együtt küzdenek az őket körülvevő ellenséggel. Nagyon érdekes az a kép. Összevetik a hátukat, és a főhős is a vezető szamurájból meríti az erejét. Miközben oldalra néz, látja, hogy kaszabolja az ellenséget. Ebből merít ő is erejét, és közben a hátán érzi, ott van mögötte az, aki tanította őt, aki erős. Bocsánat a képért, talán főleg kedves lányoktól, nőktől, asszonyoktól, talán a fiúk, hittanosok is jobban megértik ezt a képet. De én azt hiszem, hogy amikor mi szellemi harcban vagyunk, bőti időben is, olyan jó ez a kísértés történet, ez a győzelmi történet, mert erőt vehetünk belőle. Egy kicsit oldalra pillantunk, és azt látjuk, hogy a mi Urunk, győztes Urunk kaszabolja az ellenséget. Kard is van nála, az ige, és ez odaadja nekünk. Megtanítja, hogy hogy kell forgatnunk. És érezhetjük is, hogy neki támaszkodunk a mi Urunknak, érezzük az erejét, mert ő a lelke erejét is adja, amikor mi kísértést szenvedünk. Tudja, hogy mit élünk át. Megért bennünket. Segít. Sőt, még imádkozik is értünk. Hiszem, hogy mi ezt a történettel együtt hallhatjuk azt, amit Péter mondott nagypéntek hajnalban. Péter, Simon, kikért téged a sátán, de én imádkozom, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Nem kívánjuk, de ha mégis harcba kéne bocsátkozni magunkért, családunkért, közösségünkért, népünkért, szellemi harcba, sunyi, ördögi, tipikus, ősi, kígyógy jellemző harcra, ami győztes Urunkra nézve, belőle merítve, kívánom, vívjuk meg idén is ezeket a küzdelmeket. Az orgonaszó kísérte, imádságos csendben válaszoljunk neki. Kegyelmes mennyei atyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy szent lelkeddel és szabad világosságával példát adsz, erőforrást is mutatsz. Nem kívánjuk, de tudjuk, hogyha óvatatlanul kísértések közé kerülnénk, te segítesz. Urunk, adj józanságot és erőt, bátorságot, megvívni a te hozzánk közel lévő országot, csatáit. Hadd bízzuk rád gondviselő szeretetedre, győztes erődre, a mi életünket, a megélhetési kérdéseinket, a csodavárásunkat is, hiszen, hogyha téged tartunk Urunknak, akkor te kész vagy még csodát is tenni. Urunk, hadd bízzuk rád szeretteinket, közel és távol lévőket. Segítsd a magányosokat, a betegséget hordozókat. Urunk, különös hangsúllyal hadd kérjünk most a köztünk lévő gyászolókért. Drága Urunk, áldunk téged mindazért, amit Korosi Jóska bácsin keresztül ennek a közösségnek adtál. Évtizedeken át volt ő
oszlopa, oszlopos tagja a mi kis gyülekezetünknek. Köszönjük azt az őszinteséget, egyenességet, ami ő volt. Köszönjük az ő megharcolt hitét, amit példaként adott nekünk. Köszönjük azt a reménységet, hogy csak előre bocsátottuk, és lesz viszontlátás. Áld meg az ő családját, a hitlángját, a szeretetet, a békességet. Arra kérünk, vigasztald őket a feltámadásba vetett hittel. Urunk, kegyelmedbe ajánljuk sokféle békétlenségtől meggyötört országunkat, Európánkat, ezt a világot. Hallgass meg minket, amikor közös fohászunkkal most együtt még így fordulunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Végezetül vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te felét, és adjon neked békességet.